Sziasztok, üdvözlök mindenkit egy újabb TerraOnyx videóban. Ezúttal innen a Grupa Mábor, a Terra Alfáról jelentkezünk. Szépen Birita, gyönyörű állata a barátomnak, illetve kollégámnak, a kamerásznak. Ő lett az új arca a Terra Alfának, úgy látszik Borsika. Ma egy ismeretterjesztő videóval készülnék így röviden, miután bemutattuk azért így a Terra Alfás standunkat. Most nem részletezném, csak így egy kicsit menjünk körbe. Ugye a szokásos dolgokkal készültünk egyébként, sikerült egy nagy teráriumot törni, azért mutassuk meg. Lehet, hogy ez hoz ma szerencsét meg egy kis manit, hogy ezt eltörtük itt reggel. Tehát a videó témája nem lenne más, mint az, hogy érdemes-e kezdőszettet választanunk kameleonunkhoz, vagy pedig egyből végleges teráriumot választunk. Ez mindig felmerülő kérdés, és erről szeretnék pár gondolatot mondani. Ugye nagyon fontos dolog, hogy ha pici állatot választasz, akkor egyébként mondjuk, ha egy 3 hónapos állatot nézünk ki, menjünk egy kicsit arra, akkor mindenképpen érdemes kezdőszettel indítani, mivel a pici állatot könnyebb kontrollálni, tehát egy 3 hónapos ilyen apró állatot, mint mondjuk, amit mindjárt megpróbálok egyet kivenni, meg majd utána itatunk egyet. Tehát ekkora egy 3 hónapos állat. Ezt is tisztázzuk. Sajnos nagyon gyakori, hogy ebben félrevezetés történik, sajnos, hogy tehát ez egy 3 hónapos állat. Ha ennél jóval nagyobbat lát, színeset, nagy pöcse van, kaparja folyamatosan az üveget, akkor abban biztos látsz, hogy egyébként az nem 3 hónapos állat. A lényeg, hogy egy ilyen méretű állathoz abszolút ideális egy nevelő terrárium szett. Látjuk, hogy abszolút jól elfér még benne, és 6 hónapos korban valóban érdemes váltani. Most itt felmerül sokszor a kérdés, hogy ez akkor minek ez nem lehet-e áthidalni. Én azt szoktam mondani, hogy át lehet hidalni, tehát lehet végleges terráriummal kezdenünk, abban az esetben, hogyha nem vagyunk árérzékenyek. Én ezt azért szoktam így mondani, főleg, mert ha árérzékeny az ember, és meghallja azt, hogy több 100 000 forintokról van szó egy nagy terrárium esetében akár, akkor van, akinek elmegy a kedve, és én szerintem ez nem egy jó irány. Tehát van egy pszichológiája ennek, hogy kezdőszett végleges terrárium. Ezen kívül pedig a kezdőszett mindenképpen könnyebben kontrollálható, tehát ezt még egyszer kiemelni, hogy az azt jelenti, hogy ugye rátesszük a lámpabúrákat, rátesszük az izzókat, egy ilyen kis terráriumban könnyebben mérem a hőmérsékletet, könnyebben adom a kaját az állatomnak, tehát úgy összességében kezdőként ez a legegyszerűbb választás. De, hogyha tőlem veszel állatot, és te azt mondod, hogy figyelj Gabi, hoztam 1 milliót, na jó, viccet, lehet, hogy 1 millióból is kijön mondjuk, vagy jó, tisztázzuk, tehát egy végleges szett, legolcsóbb esetben olyan 350 000-től indul állattal mindenestül, a legkisebb végleges terráriummal, és az átlag vásárlás az 400 000-500 000 forint közé tehető egy pár duc kameleonnal és egy teljes bioaktív felszereléssel és terráriummal. Tehát, ha a rendelkezésre áll elsőre a pénzünk, akkor én megadom azokat az instrukciókat, hogy ezt meg tudjuk oldani, hogy egyből végleges terráriumba tegyük az állatunkat, ugye itt látható. Tehát ez már azért egy nagy méret, tehát az XXL terráriumok, ugye 90x50x90, ez már a merjünk nagyot álmodni kategória, ezek amik tényleg drágák, viszont ebben nézzétek meg, hogy egy felnőtt állat is gyönyörűen elfér, nagyon jól mutat benne. Ezzel szemben vannak kisebb végleges méretű terráriumai, ugye 65 cm széles az kb. Így néz ki, ugyanígy, és van az L-es, ami még keskenyebb, az 50 cm széles. Ezek azok a méretek, amik véglegesnek leggyakoribb választás. És azt emelném ki, hogy valóban ilyenkor át tudjuk lépni ezt a kezdőszettes dolgot, tehát őszintén még egy 3 hónapos állatot is választhatsz végleges terráriummal, ha követed az instrukcióimat, amik egyébként kurva egyszerűek. Ilyenkor érdemes etetőtálat rakni a terráriumba egy tücskös dobozt, amiben a tücskök érkeznek, beékelsz az ágak közé, és az állatod oda fog menni, a 3 hónapos állat is, és kiszedegeti a tücsköket. Mert az tény és való, hogy egy ekkora terráriumban egy olyan pici állat, ő sokkal jobban el tudja, tehát elveszti az eleséget, nem annyira találja meg, abban az esetben, hogyha nem oda lőjük folyamatosan az eleséget hozzá, hogy szoktam mutatni, hogy bekatapultáljuk a kanálat, vagy pedig nem ezt a tálkás megoldást használjuk. A nagyobb terráriumot egy picit bonyolultabb egyébként befűteni, ott ki kell tapasztalni, hogy milyen izzó, ami hatásos,
de ezen kívül egyébként ez sem egy bonyolult történet, tehát én azt szoktam mondani, hogy én amúgy se adok agyhalottaknak kaméleont, mert azért sajnos ez ki tud derülni valakiről, hogyha esetleg ezeket a gyermetek feladatokat nem tudja ellátni, és akkor nyilván nem is kötünk üzletet, de azért hál' Istennek ilyen ezerből egy van. Mert én azt gondolom, hogy felnőtt, racionálisan gondolkodó emberek, de még gyerekek is meg tudják érteni ezeket a feladatokat. Úgyhogy igazából ennyit akarok ezzel kapcsolatban. Tehát én azt mondanám, hogy a kezdőszettet azoknak ajánlom, akik inkább két lépcsőben költenének, ez az egyik, meg akik nagyon biztonsági játékosok, és szeretik a nulláról kezdeni, legifjabb állat legyen, legkönnyebben kezelhető még így a terrárium szempontjából. Akik pedig nem árérzékenyek, és egyszerre akarják letudni ezt a dolgot, azoknak végleges terrárium szettet is nyugodtan javaslok. Ezt tényleg az ember döntse el maga, mind a két opció adott, és mind a két opció működőképes. És ugye azt ne felejtsük el, hogy én visszaszámítok dolgokat a kezdő szettből, tehát hogyha te váltani akarsz nagy terráriumra, és tőlem vásárolsz, akkor a terráriumot sérülésmentes állapotban visszaveszem, a nagy terrárium szettárába beszámítom, meg a lámpákat is, legalábbis magát a búrát. Úgyhogy szerintem ez is egyenlő. Úgyhogy mindenki mérlegelje maga, hogy melyiket érdemes. Ez azért fontos most erről beszélgetni, mert indul, vagy már megy a dübörög a karácsonyi rendelés szezon, úgyhogy most érdemes erről elgondolkodnotok, hogy végleges terkó, vagy pedig kezdőszett. Azt hozzáteszem, hogyha végleges terkót akarsz, akkor ma holnap add le a rendelést, mert rohadt sok van, és nem lesz kész karácsony. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, egész nap robbanunk innen a terraakváról, szerintem meggazdagszunk, money, és remélhetőleg egy szuper napot fogunk itt eltölteni, mindenki jöjjön, amúgy is szar az idő, itt bent fűtenek ránk, úgyhogy szerintem nagyon jól fogjuk magunkat érezni ma. Köszönjük a figyelmet, találkozunk következő alkalmas. Edzettem, sziasztok!